Sportos szerelésben gyülekező hölgyek, készülő fotók, zenés bemelegítés, virágcsokor. Az utóbbi kivételével megszokott elemei egy futónapnak, a csokor viszont azt jelzi, hogy egy nőnapi rendezvényről van szó, amit hagyományteremtő céllal hívott életre az Élet Forrása Egyesület. Az ötlet onnan jött, hogy a sport a mozgás a lételemünk. Mi nők a hétköznapokban nagyon sokat kell, hogy tegyünk a családért, de elsőlegesen figyelembe kell venni magunkat is. Nőként mennyi feladatunk van. És azt gondoltuk, hogy akkor egy hagyományőrzővel, egy lehetőséggel megrendezzük az első tavaszváló nőnapi futásunkat. Óriási a siker, regisztráltaink nagyon sokan vannak, több mint 200 előregisztráltunk van, és jelenleg is regisztrálnak még a standoknál, úgyhogy nagyon büszke vagyok és boldog a Szabolcs-Vármegyei nőkre, hogy itt vannak velünk, és együtt küzdünk az egészségünkért. Hiszen azt szoktam mondani, az egészségünk a szépségünk. A Vármegyei Közgyűlés alelnöke szerint a programokban szűkös éveket követően nagy szükség van tömegeket megmozgató szabadidős rendezvényekre. Az emberek vágynak a közösségi élményekre és azokra a programokra, amelyeket együtt tudnak eltölteni, és hát a mai nap is tökéletes bizonyítéka annak, hogy van ennek létjogosultsága, és nagyon nagy szükség van arra, hogy valóban olyan tartalmas, olyan sportos, az egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok is megvalósuljanak, amelyet tudunk tenni nem csak a saját magunk egészségéért, hanem egy kicsit talán patetikusan, de a közösségnek az egészségéért, amely azt hiszem, hogy nagyon fontos. 3, 2, 1, és végül több százan álltak oda a rajtvonalhoz. A legedzettebbek 8 kilométert futottak, voltak, akik 4 kilométert vállaltak, és voltak, akik sétálva tették meg a 4 kilométeres távot.